Halihó, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, és ez ma egy biztos, tehát 1000%, hogy ez már egy hosszú videó lesz, úgyhogy készüljetek föl rá, ugyanis tök rég nem tudtam videózni, és most hozom be úgymond magamat, meg már kedvem is van, és szerintem kimaradt egy, hát nem is egy hónap, mert minden hónapban volt elfogytak videó, de most több héttel csúszom ennek a fölvételével, ugyanis most már hányadika is van, december 12-13, nem tudom, de annyira, nézzétek ezt meg, tehát valami über tele van ez a szatyor, nem is tudom még egyszerűen, hogy fogom ezt nektek így megmutatni, valami szisztéma kell szerintem, de mindenképpen, mivel azért ez lesz ennek a 2022-es évnek az utolsó elfogytak videója, és hát ugye adventi időszak van, stílusosan én most föl fogom venni ezt a kis télapó hajpántot, úgyis valamelyikőtök hát nagyon megdicsérte az előző videóban. Nem nagyon fog mindig látszódni, vagy hát nem tudom, kicsit hátrább ülök, és akkor látjátok ezt a kis rogózó télapót, ezt a Mikulást, szerintem nagyon cuki. Én ezt tavaly kaptam a suliba valamelyik kis növendékemtől, úgyhogy lássunk is neki, kezdjük el kipakolni ezt az elfogytak szatyrot. De mielőtt még belekezdenék, úgyis mindig kérdezitek, hogy milyen rúzs van rajtam, vagy milyen festék. Na most a mai sminkemet ebből az új BH Cosmetics Hawaii, Hanging in Hawaii palettával csináltam. Egy kicsit azért elmondanám, hogy ez a paletta picit porzik, szóval eléggé porol, de viszont nagyon-nagyon jól pigmentált. És hát szerintem, ami még esetleg érdekes lehet, ez a piros rúzs. Én az ilyen karácsonyi időszakban, legalábbis amikor videózás van, akkor már egy picit megengedem magamnak, ja Istenem, ez már így borul ez az egész, a piros rúzsokat, és ma egyébként az Yves Saint Laurent-nak ezt a gyönyörű, ikonikus piros rúzsát tettem föl, ami egy ilyen krémes rúzs, hidratáló rúzs, és szerintem valami álom gyönyörű. Na hát, miután itt elindultak a dolgok kifele, a szatyorból egyből ki is veszem, ami kiborult. Szirén nevezetű körönvirágos hintőpor. Egyébként mi szeretjük a hintőporokat mindenféle égésre, és egyébként még ilyen utókezelésre, ilyen nyáron fürdőruhavonal, beizzadás, kipirosodás, stb. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó, és ezt nagyon is tudom nektek ajánlani. Elfogyott a Herbal Essences-nek az aloe verás és avokádó olajos, kicsit azért mégiscsak így megfordítjuk így a, na, így most jó, avokádó olajos hajsamponja, és ez annyira jó, hogy vissza fogok térni hozzá, nagyon szép utána a haj, nagyon puha, és nagyon-nagyon sejmes, és egyébként ma nem ebben mostam hajat, de nagyon-nagyon szeretem. Ami viszont hát rohadtul nem jött be, és most én nem is tudom, hogy ebben még van, és így dobtam ki. Hát figyeljetek, ebben még van, úgyhogy a kézmosóba ezt még aztán újra bele fogom nyomni. Ez a Nature Boxnak az exotikus illatú shower gélje, ami kókuszos eszenciákat tartalmaz, és én azért vettem meg, mert arra gondoltam, hogy ez valami biztos kókusz illat. Hát figyeljetek, borzasztóan számomra ez egy nagyon irritáló, egy picit van valami gyümölcsös, ilyen gyümölcsrágó illata, de nekem ez nagyon irritáló volt, úgyhogy ezt most félre rakom, mert ebben még van egy kicsi, ezt nem vettem észre, mea culpa, ahogy a latin mondja, úgyhogy ezt még bele fogom nyomni a kézmosóba, mert oda jó lesz. Most rendeltem utána, elfogyott a Sarah Jessica Parkernek a Lovely nevű testpermetje, ami echte egy az egyben, a Narciso Rodrigueznek a For Her illata, és egy ilyen púderes, nagyon-nagyon ilyen, van benne valami fűszeres is, de egy kifejezetten
púderes, édeskés, egzotikus illat, nekem a kedvenc illatom, amúgy egyébként még régen 100 évvel ezelőtt, amikor én még Ausztriában éltem, erre emlékszem, hogy többször is után vettem a Douglasba ezt a nácirozó Rodriguez parfümöt, mert annyira-annyira tetszett, és ez teljesen ugyanaz a parfüm, ugyanaz az illat, úgyhogy én most utána rendeltem egy újabb testpermetet, körülbelül egy évig használtam, úgyhogy ennek most nagyon örülök, hogy van utánpótlás. Elfogyott ez a Miracle Garden jázminos és bergamottos, hát már gondolom semmi nincs benne, igen, nem tudom már kifújni. Nagyon tetszett ez a Nivea dezodor. Minden, ami jázmin, az nekem jöhet. A bergamot adott neki egy kis olyan kesernyés illatot, úgyhogy ez nekem nagyon tetszett. Egyáltalán nem irritált, úgyhogy jó volt. Nos, most fogyott el ez a csodaszer. Ezt tényleg jegyezzétek jól meg, írjátok föl, és tartsátok szem előtt, mert ez a hajolaj egy Jedi, gyönyörű lesz tőle a hajad, a szálkás végeket össze, illeszve, vagy nem tudom mit csinálsz, megszünteti a szárazságot, ezeket a sprőt, száraz, gubancos végeket. Én ezt most már fél éve használom, elfogyott, és most rendeltem egy újat. Imádom, és tényleg, hát nézzétek meg most is, hogy egészen kivételesen gyönyörű szép a hajam, és állítom, hogy nagyban ez a Matrix hajolaj tehet róla, hogy ilyen szép. Ezt azért dobtam be, ezt a Breffet, mert ez nagyon-nagyon bejött, egy ilyen citrusos, eukaliptusos, mentás illatú, úgyhogy ezt én nagyon szerettem használni. Össze-vissza fogom innen mindent kivenni, ne haragudjatok, illetve megpróbálom azt, hogy a nagyobb dolgokat kiveszem, és akkor a kisebbek maradnak bent. Elfogyott egy Balea száraz sampon, barna hajra, nagyon jó, kifejezetten ilyen barnás, sötétebb szín lesz a hajtövednél, nem fehér, úgyhogy sötétebb hajú lányoknak ajánlom. Ugyanígy ajánlom az Izalának szintén ezt a sötét száraz samponját, ugyanezt el tudom róla mondani. Akkor elfogyott az Alverdének ez a bio vadrózsás arctonikja, hát igazából semmi különös, se nem ártott, se nem használt, úgyhogy nem fogok szaladni utána venni. Viszont ezt biztos, hogy nem fogom újra venni, és azt hiszem, hogy ennek még bent lesz a párja, vagy lehet, hogy ezt az előző elfogytak videóba mutattam, ez egyébként a... Ez talán a kondicionáló, igen. Tehát ez a Bedhead a TG-től nagyon-nagyon nem jött be, kifejezetten zsírosította a hajamat, mind a sampon, mind a kondicionáló, úgyhogy ezt nem javaslom. Húha, hát figyeljetek, most nem fogom egyesével megmutatni, mondjuk mindenből egyet, tehát rengeteg, tehát egyszerűen megszámlálhatatlan maszk, ugye, ez az ultraszenzitív a Baleától, mindegyik nagyon jó volt. A kollagénest kifejezetten nagyon szeretem, akkor a Hydrobooster az Izanától a kedvencem. Szemmaszkot is vettem az Izanától, figyeljetek, nem múlja föl az Izanának a Q10-es tapaszait, úgyhogy nem fogom azt újra venni. Akkor egy Make-A-Wish Mit der Magiken Duftnak Sternenzauber. Ez egy ilyen kicsit relaxálós. Zsuzsitól kaptam, egyébként Herceg Zsuzsitól, és olyan isteni finom illata volt, és úgy elvarázsolt, elrepített engem valami mesevilágba, úgyhogy ennek az illata nagyon jó volt. 1000 ilyen maszk, aloe vera, nagyon jó volt. Mindegyikről egyébként azt tudom mondani, hogy jó, a Balea Aquatouch, szintén, ugye itt van magának a Q10-es szemtapasznak a doboza, úgyhogy őt keressétek, nagyon jó volt. Megpróbálom tényleg kiszortírozni innen, kivenni az összes maszkot.
Figyeljetek, ezt külön azért dobtam be, mert nekem egy Nivea női borotvám van, amihez lehet venni 4 darab utántöltőt, és itt van az egyik utántöltő, ami most így már elhasználódott, és nagyon jó. Úgyhogy ezt azért dobtam be tényleg, hogyha kerestek egy női borotvát, akkor ezt a Niveát nagyon-nagyon tudom ajánlani. Nos, szerintem úgy nagyjából elfogytak ezek a maszkok, úgyhogy végre valahára rátérhetünk egyéb dolgokra. Például, egyébként tök, hogy folyamatosan 8 perce beszélek, úgyhogy ez egy ilyen elfogytak videó vágatlanul. Balea utántöltő krémszappan, és most megszagoljuk, hogy ennek milyen illata van. Ez egy ilyen tisztaság illat, különben azt írja, hogy ilyen tengeri őrület. Na, akkor egy Aveo, amit a Müllerben lehet kapni, száraz sampon, és ez nem volt rossz. Ez nem volt rossz. Elfogyott most a kollagén kapszulám, én a Body Select-től vásárolom, és ettől ilyen szép a hajam is, a bőröm is, rendszeresen szedem a kollagén kapszulákat, úgyhogy ezt nagyon tudom nektek ajánlani. Ez valami borzasztó volt, ezt viszont nem ajánlom. Ez a Body Mousse, ez egy ilyen bourbon vanília, ettől a Organic Shop-tól, és olyan borzasztóan jó, tehát irritáló vanília illat, egyáltalán nem is mondanám vanília illatnak, valahogy nagyon-nagyon rosszul sikerült, úgyhogy ezt, figyeljetek, ezt nem nagyon, ne nagyon vegyétek, mert ezt nem javaslom. Elfogyott egy Alterra márkájú natúrszappan, méghozzá gránátalmás, nagyon szerettem, imádom az ilyen különleges szappanokat. Akkor Ildikó Beauty vágatlanul, elfogytak videó. Kedvenc Dove dezodorom. Na, most viszont mutatok egy olyan tusfürdőt, ami egy új fajta, számomra új, és isteni illata van, és majd most fogok menni a DM-be, mert most már megint kell menjek, és ez biztos, hogy fogok venni. Ez nem más, mint egy ilyen lótuszvirágos, és figyeljetek, ennek olyan illata van, hogy ebbe úgy így be is, hogyha lenne ilyen lótuszvirágos, írjátok meg, légy szíves, bár lehet, hogy mire kimegy ez a videó, én már megyek a DM-be, és akkor megnézem, de hogy van-e ilyen Dove testápoló, mert ezzel az illattal szeretném magamat kelegetni. Akkor, mi van itt, ez valami nagy doboz? Igen, ezt nagyon szerettem, ez egy kókuszos fa habfürdő, vagy tusfürdő, nem tudom, de én ezt abszolút habfürdőnek használtam, annak használtuk, és ennek viszont nagyon finom kókusz illata van, úgyhogy ha egy nagyon jó tusfürdő, habfürdőt kerestek, a fa kókuszos, ezt nagyon tudom ajánlani. Elfogyott a keratinos hővédőm a szájosztól, ez nagyon jó volt, ezt is ajánlom. Akkor, itt már csak ilyen kisebb dolgok vannak, hál' Istennek, ez a Garniernek a Nutribomb fátyolmaszkja. Le volt akciózva, mert amúgy ez elég drága a többihez viszonyítva. Jó volt. Igen. Ezt még azért megmutattam, mert ez nem szerepelt így a nagy tömegben. És ezt nagyon szeretem, ez a C-vitaminos arcmaszk, ilyen fátyolmaszk. Na, és most jönnek ilyen zörgös, csörgös dolgok, ezek már ilyen kisebb dolgok. Na, szerintem legyen az, hogy jöjjenek parfümök, jó? Először is a Brudon Banánitól elfogyott ez a férfi parfüm. Ezt tavaly karácsonykor vettem a Ferinek, és ez annyira finom illat, és annyira az ő illata, úgyhogy én ezt lehet, hogy meg fogom újra venni neki. Annyira jó illata van, úgyhogy ezt így ajánlom fiúknak. Az Yves Rocher-nak ez a Naturella parfümje is elfogyott, ezt én már többször újra vettem. Ez egy igazi, nagyon friss, nagyon citrusos, nagyon kellemes, ilyen,
ilyen friss, kimosott ruhák tavasszal libbennek a kertben, és így a szél fújja, és átmegy rajtuk a napsugár, szóval ilyen öblítő illat. Azt mondják, hogy a Dolce & Gabbana-nak van ez a, mit tudom én, a light blue illata, amit én soha nem használtam, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, hogy ez olyan illat-e, de minden esetre nagyon finom illat. Akkor vannak itt ilyen egyéb parfümök. Következő, elfogyott a Tom Taylornak az Urban Life parfümje, amit én kétszer már újra vettem, és az Alma Papi csatornáján láttam, ő nagyon dicsérte, és utána én már kétszer is újra vettem. Ez egy nagyon édes, nagyon kifinomult, erős egyéniségű, nagyon attraktív hölgyeknek ajánlom, mint amilyen én vagyok, tadám, józan. Szóval ez tényleg egy nagyon finom illat, egy nagyon édes illat. Akkor azt mondja, Seduction, Seduction, olaszul, a Chloe-nak a dupja, jó, de imádom. Na, akkor, hát sajnos elfogyott, de még talán van még egy fújásnyi belőle, hogy ezt most én megpróbálom így magamra kifújni. Igen, még egy picike. A Lancôme La Vie Belle parfümöm is elfogyott. Úgyhogy most rendeltem Armaf illatmintákat, arab parfüm illatmintákat. Lesz majd belőle videó. 6 darabot is, mert most rákattantam erre az arab világra, erre az arab parfüm világra. Egyébként képzeljétek el, ezt most megmutatom, hogy nekem van eredeti Dubajból hozott, eredeti arab parfümöm, ilyen no name, tehát semmilyen neve nincs, mert ott helyben kogyfasztották ezt a parfümöt, és nézzétek meg, hogy mennyire különleges és gyönyörű, és ez egy igazi drága kő benne, meg ilyen csillogó kövekkel kirakott, és ezt 10 éve őrizgetem, és még mindig érezni az illatát, finom illata van, és nem fújom ki, ez az utolsó kis cseppek. Úgyhogy teljesen rákattantam erre az arab világra most, és várom ezeket az illatmintákat. Visszatérve a Lancôme La Vie Belle-hez, ami meg ugye elfogyott, haladjunk tovább. A koreai, ez egy koreai arcápolási termék, ez a kollagén nevezetű, és hát nem is tudom, mi a márkája, It's Skin. Én ezt a DM-be vettem, így néz ki, és hát elég drága volt, és azt képest, hogy igazából nem éreztem olyan pozitív hatását, úgyhogy ezt én nem veszem újra, annyira nem tudom jó szívvel nektek ajánlani. A Gatubinak is elfogyott a hővédője, ez annyira nem jött be. Akkor jöjjenek most szérumok. 1, 2, 3... Van-e még szérum? Mindegy, ha még lesz, akkor még majd mutatom. A B-bomb elfogyott a Geek & Gorgeous-től a... Mi ez? 2% szalicil acid, és a Medinaturalnak a C-vitaminos, E-vitaminos szérumja. Ezeket nagyon szerettem. Amik kevésbé jöttek be, kidobandó, a Baleának egyetlen egy kréme nem jött be. A Garniernek meg ez a C-vitaminos géle viszont nagyon bejött, úgyhogy azt nagyon tudom nektek ajánlani. Ez az állandó hajvégápoló, most újra vettem a Gliss-kurtól, nagyon szeretem, illetve Schwarzkopf Gliss, pontosan nem mondjak hülyeséget, ez nagyon jó. És akkor még egy borzalmas Balea krém, rettenet. És ami még itt van, azt mondja, hogy ez 2 darab alapozó. Ezt így külön rakom, mert fogok róluk beszélni. Ez pedig, igen, ez teljesen elfolyt, és azért tettem be egy ilyen szatyorba, hipoallergeniknek egy folyékony highlightere. Nem tetszett, nem jött be, és aztán így el is fogy,
és a másik az meg teljesen porrá tört, szerencsétlen, a Sleeknek viszont ez egy gyönyörű pirosítója, és egy kicsit olyan színe volt, mint ez az Orgazm nevű pirosító, így megmutatom így egy picit, szóval látjátok, de teljesen szarrá tört az egész, úgyhogy ezt sajnálom, mert ezt nagyon-nagyon szerettem. És akkor a végére hagytam három darab smink terméket, az egyik az Essence-nek, ez a Stay Lip, hogy hívják, ja? Szájkontúr ceruzája, és ezt a fajtát, és azért is dobtam be, mert ez nem jött be. Nem szeretem, nagyon hamar így eltörik, és nem is puha, úgyhogy ezt a fajtát én ezt nem nagyon szeretem, viszont két alapozó, ami kedvencem volt, azok elfogytak, az Yves Saint Laurent-nak ez az alapozója. Nagyon-nagyon jó, nagyon szeretem, nagyon jó fedése van, egy pici fényesebb finisszel rendelkezik, és hát az über-über kedvencem a Lancôme-nak a Tent Idol Ultra Wear alapozója, amiből vadászom ezt a 005-ös árnyalatot, és sehol nincs, egyetlen egy webshopban. Írja meg valaki, ha valahol valamilyen Douglas-ba, vagy Marionoba, vagy valahol látja ezt az alapozót ebben az árnyalatban, vagy maximum egyel sötétebb árnyalatban, de őt keresem, úgyhogy aki hallja, adja át. Fú, nem hiszem el, hogy 19 perce beszélek. Én azt hittem egyébként, hogy kicsit hosszabb lesz ez a videó. Úgyhogy, de annyira sokat beszéltem, hogy a végén már így lebeszéltem a fényét a rúzsnak. Úgyhogy így az elköszönéshez ezt így felrajzolom. És ez abszolút, gyerekek! Ildikó Beauty elfogytak december vágatlanul, és ezt így is fogom felrakni a csatornára. Csinálja már ezt utána még valaki, jó? Tehát én bennem van azért, vagyis meg van vér a pucámba, belekezdek, leültem, mondom, ennyi, jó? Úgyhogy hát remélem tetszett nektek ez a videó, most már nem is állítom meg a felvételt. Lájkoljátok, kommenteljetek, tartsatok velem legközelebb is. Nem tudom, mikor találkozunk, én szerintem nem ez lesz az utolsó videó az évben, de majd meglátjuk, jó? Minden esetre most elköszönök, vigyázzatok magatokra, sziasztok!